vagy van jobb megoldás, így fogalmazok, az áfa csökkentéshez képest a kormányzati eszköztárban. Ezzel élni is fogunk, és bízunk benne, hogy ezek már a turizmus számaiban is megjelennek az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, áttérünk a sima kérdésekre. Elsőként Nyakó István, a Magyar Szocialista Párt képviselője kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek. Mikor áll a kormány a rend és a törvényesség pártjára címmel? Nyakó István képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, drága államtitkár úr, nem először beszélgetünk így egymással, és szerintem nem is utoljára, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök úr kérésének megfelelően minisztériuma úgynevezett szociális konzultációt kezdett a 16 éven felüli magyarországi lakója rendelkező magyar választópolgárokkal. A több mint 8 millió embertől miniszterelnök úr 2011. június 15-ig várja a válaszokat, amit június 30-ig hivatalok kísérték el. Ugye számomra már az alaptörvénnyel kapcsolatos konzultációk is több kérdést vetett fel adatvédelmi szempontból, és ezt szóvá is tettem a tisztelt ház falai között. Az pedig szerintem teljesen természetes, hogy a szocialistának nevezett konzultációjuk személyes adatokat is tartalmazó kérdéveire állampolgároknál és jogvédő szervezeteknél is komoly, és mint később kiderült, megalapozott kételyek ébredtek. 2011. június 7-én az adatvédelmi biztos állásfoglalást adott ki. Ezek szerint az által lefolytatott vizsgálat alapján egyértelművé vált, hogy a szociális konzultáció keretében önök által végzett adatkezelés súlyosan sérti a polgárok személyes adatainak védelméhez való jogát. Jogosulatlanul kezelnek adatbázist, szerint törvényellenesen kezelnek adatokat, és törvénysértő módon dolgoznak fel politikai tartalmú személyes adatokat. Nem ragoznám tovább, következő a kérdésem, mikor semmisítik meg adatvédelmi biztos úr kérésének megfelelően a kérdőveket, mikor szüntetik meg a hozzájuk kapcsolódó személyes adatkezelést, azaz mikor áll a kormány a rend és a törvényesség pártjára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ebben az eljárásban is a teljes törvényességre törekedett természetesen a kormányzat. Éppen ezért a konzultációt lebonyolító kormányzati háttérszerv, a KKH-nak a vezetője megkereste az adatvédelmi biztos urat, és fel is kereste kollégáival együtt. Május 5-én, tehát még a konzultáció megindulása előtt megtörtént ez a találkozó. Pontosan azért, hogy még mielőtt bármifajta folyamat elindulna, azelőtt konzultáció jön létre az adatvédelmi biztossal, és ezt kifejezetten a kormányzat kezdeményezte itt, és az eljárás későbbi részeiben sem nem emelt semmiféle kifogást az adatvédelmi biztos úr, hanem hát 00003-0014-es számmal, ilyen nyilvántartási azonosítóval ezt az adatkezelést teljes mértékben nyilvántartásba vette. Írásbeli kommunikációt nem indított, tehát hiánypótlási felhívást, nyilatkozattételre felhívást és hasonlókat nem küldött a KKH munkatársainak, hanem szóbeli tájékoztatásokat kért, és így jártak a kollégái május 16-án és 25-én a KKH-ban, és megtekinthették személyesen is az ott folyó folyamatokat. Tehát előzetesen mindenfajta olyan konzultációt, intézkedést megtettünk, amelyik ennek a törvényességét biztosította volna, és nagyon furcsa, hogy mindenfajta előzetes jelzés nélkül, korábbi vezetői szintű és szakértői szintű találkozók vagy szemlék után az adatvédelmi biztos úr mégiscsak más álláspontra helyezkedett, és egy számunkra meglepő állásfoglalást adott ki ezzel kapcsolatban. Ami pedig a különböző ilyesfajta kérdőíveknek vagy iratoknak a megszemélyesítését illeti, azért felhívnám az ön figyelmét arra, hogy a Népszabadság június 9-i számában megjelent, hogy az ön egyik képviselőtársa, aki a választójogi reformmal kapcsolatban vezeti a munkacsoportjukat, ők hasonló azonosítót az ajánlószelvényekre, a kopogtató cédulákra tenne, annak érdekében, hogy ezzel a feldolgozást megkönnyíti, és a hamisításoknak is elejét lehet venni, tehát hasonlót önök is javasoltak a kopogtató cédulákkal kapcsolatban, így még kevésbé értem akár az önöknek a kétségeit, akár az adatvédelmi biztos úrét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Volner János, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. A kormány megszorító politikája miatt csődben az önkormányzatok. Mit kívánnak tenni az önkormányzatok megmentéséért, az iskolák és a kórházak bezárásának megakadályozásáért címmel? Volner János képviselő urat illeti a szó.
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, egyre riasztóbb hírek érkeznek az ország több önkormányzatától. Egyre több helyről halljuk azt, hogy az adott települések önkormányzati vezetői iskolák, orvosi rendelők, kórházak bezárására vagy összevonására készülnek. Egész egyszerűen, mert elfogyott a pénz. Nincs pénz a további működtetésükre, gyakorlatilag több önkormányzat is csőd közelben van. Az érintett önkormányzatok vezetői, a polgármesterek pedig nagyon sokszor azért nem panaszkodnak, mert maguk is Fidesz tagok, és így nem tudnak kihez fordulni látványosan a panaszukért, még a lakosság felé sem tudják azt kommunikálni, hogy mekkora bajban van a település, hiszen a saját kormányzatukkal szemben nem panaszkodhatnak. Utalni szeretnék rá, hogy az elmúlt 20 évben semmi egyéb nem történt, mint hogy egymásra mutogatott a Fidesz és az MSZP azt illetően, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért, azonban most már ez az egymásra mutogatás egyre kevesebbnek tűnik, ugyanis most már eljutottunk odáig, hogy Heves megye csődbe ment, és több más olyan megye is fölkerült a kifejezetten válságos helyzetű megyék listájára, amelynek most már a pénzügyi megsegítése halaszthatatlan lett. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy például Heves megye csődbe menetele sem egy mai keletű dolog, az még az első Orbán kormány idején keletkezett adósság görgetését jelenti. 2001-ben volt egy kifizetetlen számlájuk, amit most a Hevesi Városi Bíróság behajtott, és ilyen módon gyakorlatilag ki kell tennie az önkormányzatnak az asztalra a pénzt, és véget kell vetni az eddigi tartozásnak. A lecsúszás folytatódik, a közvagyon eltűnt az önkormányzatoknál, és nem látjuk a kiutat. Azt látjuk, hogy a kormányzat a 3200 önkormányzat összes problémáját egy 30 milliárdos önkormányzati segélyalappal próbálja kezelni, de az teljesen nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy ez nem lesz elég. Kérdezem én, mikor lesz vége a megszorítások politikájának, és mit kíván ez ellen tenni a belügyminisztérium? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A Fidesz-KDNP kormány megszorító politikájára gondol, amikor csődbe jutott önkormányzatokról beszél, akkor valószínűleg nagy vitánk lesz. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ha valamiről ez a kormány nem tehet, akkor az önkormányzatoknak a jelentős likviditási nehézségéről biztosan nem. Hiszen, hogyha megnézi az elmúlt 9 évnek a folyamatait, azt látja, hogy az előző szocialista szabaddemokrata kormányzás alatt kerültek az önkormányzatok lehetetlen helyzetbe, mi több csődhelyzetbe. Azért is nem tudom a kormányunkra venni a kritikáját, hiszen két dolgot szeretnék kiemelni, amivel remélem, hogy tudom bizonyítani, hogy 2011 évben a lehetőséghez képest azért ez a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzatokat megsegítse. Ön ugyan lebecsüli ezt a 30 milliárdot, mond ön, de az 31 milliárd valójában. Ön lebecsüli ezt az összeget, azért szeretném elmondani, hogy az előző évekhez viszonyítottan ez az összeg háromszoros forrást jelent az önkormányzatok számára. Való igaz, hogy minden bizonnyal ezt a kérdést ennyi pénzből nem lehet majd megoldani, azonban jelentős segítséget fog jelenteni, különösen a kis önkormányzatok számára, de egyébként a nagyobbak, de ugyanakkor bajba jutott önkormányzatok számára is. Ezt a támogatást első fordulóban június 30-áig fogjuk odaítélni, és remélhetőleg pénzügyileg is rendezni az önkormányzatok számára. A másik, azért ne felejtsük el azt, hogy a sajnálatos zárolás miatt a 250 milliárd nem érinti az önkormányzatokat, lényegében minden államigazgatási szervet érint, de az önkormányzati szektort nem. Én tudom, hogy ez kis öröm, de akkor is igenis mutatja a kormányzatnak a gondolkodását, hogy az önkormányzatok irányában nem tett ilyen megszigorító lépéseket. És a harmadik pedig, kevés idő maradt, de ön is tudja, hogy elkezdtük az önkormányzati rendszernek az átalakítását, amelynek az egyik legfontosabb célja az, hogy működőképes és finanszírozható önkormányzati rendszert hozzunk létre. Bízom benne, hogy az ön támogatását is fogjuk majd élvezni e tekintetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Sebestyén László, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Mit tehet a gazdasági kormányzat a miskolci kohászat feltámasztásáért címmel? Sebestyén László képviselőket illeti a szó. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Miskolc Diósgyőrben, egyéni választókerületemben van egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező vaskohászati cég,
az egykori Diósgyőri acél- és hengerművek, amely a többszöri tulajdonosváltás és névváltoztatáson ment keresztül. Jelenleg a DAM 2004 Kft. Nevet viselő cégnél 2007-ben 26 milliárd árbevétel realizálódott. Borsodabaly Zemplén megyében a 8. volt a foglalkoztatásban, hangsúlyozom 2007-ben. Elmondhatjuk tehát, hogy 2007-ben a DAM az árbevétel és foglalkoztatás tekintetében is benne volt a megye első 10 cégében, olyan társaságok mellé sorakodott fel, mint a TVK vagy a Borsodkem. 2009. júniusában azonban bezárt a kapuit, és felszámolásra került a kohászati cég, 1000 dolgozóját bocsájtotta el. Mindez a volt MSZP-s ország- és városvezetés idején zajlott, tehát még ez elődjeink sikere. Jó magam, 2010. április elején tárgyaltam először egy befektetői csoporttal, akik megvennék és üzemeltetnék a DAM-ot, akkor létre is jött egy találkozó a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtitkárságának képviselőivel a DAM jövőjével kapcsolatban. Azóta Miskolc megyeugó város új polgármestere, dr. Kriza Ákos is jelentős erőfeszítéseket tesz, folyamatos a tárgyalás köztünk és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízottja között. Több külföldi befektető is jelentkezett az államtitkárságon a gyár megvásárlására és újraindítására, de az üzlet a mai napig nem valósult meg a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt. Szeretnénk a kormányzat segítségét igénybe venni annak érdekében, hogy Miskolcon 700 vagy 1000 ember a kohászatban ismét munkát kapjon. Ha ez nem lehetséges, akkor egy hasonló volumenű befektetésnek köszönhetően, bocsánat, elnök úr, beszeretném fejezni. Köszönöm szépen. Köszönhetően tudjak elhelyezkedni. Miskolcra a munkanélküliségi ráta közel duplája az országos rátának, ezért égetően fontos városunkban komoly, minél több ember foglalkoztató befektetés meg. Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Cséfa Alvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Nem csak megyei szempontból, de úgy gondolom nemzetgazdasági szempontból is nagyon fontos, hogy a jelenleg leállított acélmű újra indulhasson, és legalább 600 főnek munkalehetőséget biztosítson. Többek között azért is, amit ön is említett, annak a munkakultúrának a fennmaradása érdekében. Én csak utalni tudnék arra a megbeszélésre, amit ön is említett, tehát a Minisztérium Külgazdasági Államtitkársága 2010. június végén tárgyalt egy külföldi befektetővel a termelés újra indításáról, és sikerült meggyőzni arról is a befektetőt, hogy ne a beton acél, hanem sokkal inkább az autógyártáshoz kapcsolódó acélgyártás felé mozduljon el. Ugyanakkor van egy probléma, ami továbbra is égető és megoldatlan. 2009-es felszámolási eljárást követően a DAM 2004 Kft. Eszközeit egy ukrán cég vette meg, majd annak többségi tulajdonjoga egy orosz bank kezébe került, és a potenciális befektetők, több befektetővel is tárgyal a minisztérium, a jelenlegi tulajdonostól az eszközök eladására vonatkozó szándéklevelet eddig nem tudtak felmutatni. Tehát itt sajnos megáll a folyamat. Éppen ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte az Orosz-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottságnak, illetve annak társelnökének, Fellegi miniszter úrnak, hogy próbáljon meg ezügyben közbe járni. Éppen azért, mert úgy gondoljuk, hogy ebben a térségben minden munkalehetőségre szükség van. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Mile Lajos, az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Mi az esélye az európai állampolgári kezdeményezés magyarországi alkalmazhatóságának 2012. április 1-től címmel? Mile Lajos képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Az Európai Unió Bizottsága 2010. március 31-én fogadta el az Európai Polgári Kezdeményezés részletszabályira vonatkozó rendelettervezetet, amelyet aztán az Európai Parlament februári plenáris ülése margóján írtak alá a jogalkotók.
A rendelet a 12 hónapos alkalmazási határidő miatt jövő év április 1-től kell alkalmazni a rendeletet. Az európai polgári kezdeményezést a Lisszaboni szerződés hozta létre. Ez az új eszköz azt a célt szolgálja, hogy az uniós polgárok 1 millió aláírás összegyűjtésével kezdeményezhessék az általuk fontosnak tartott kérdésben a jogalkotás elindítását. A bizalom erősítése érdekében az Európai Unió a közvetlen demokrácia egyik lényeges intézményének bevezetése mellett döntött. Nagyon helyesen. Kérdezem tehát, hogy áll a választási eljárásról szóló 1977. évi 100. törvény módosításának előkészítése, ugyanis tudomásom szerint az említett törvény módosításával fog a rendelet a magyar jogrendbe illeszkedni. Hol tartanak a technikai előkészületek, hiszen az aláírásgyűjtés, az aláírások hitelesítése komoly felkészültséget feltételez? Milyen okmány szám alapján tervezik az azonosítást elvégezni? Milyen megoldásokat tervez a kormány az emberek tájékoztatása érdekében, mivel az alkalmazhatóság kereteit pontosan rögzítették? A kezdeményezés lehetőségeire támaszkodó, esetleges székely autonómia törekvések jogilag és diplomáciailag is helyes megsegítésére tervezze a kormány lépéseket? Ha igen, akkor milyeneket, ha nem, akkor miért nem? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen. A válaszadásra megadom a szót Németh Zsolt külügyi államtitkár úrnak. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A népszavazás kezdeményezéséről szóló TPER 3479. számú törvényjavaslatot a kormány idén június 10-én benyújtotta az országgyűlésnek. Ez a törvényjavaslat tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács Európai Polgári Kezdeményezésről szóló február 16-ai rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket. Tehát nem más törvény, hanem ez. A törvényjavaslat az Országos Választási Bizottságot jelöli ki az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről szóló igazolás kiállításáért, valamint az aláírások ellenőrzéséért felelős hatóságként. A javaslat a BTK továbbá a szabásértési törvény módosításával a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos egyes visszaéléseket is kriminalizálja. Ugyancsak e törvény hatálya fog kiterjedni az aláírásgyűjtésre és az aláírások ellenőrzésére az európai polgári kezdeményezés során. A polgári kezdeményezés támogató aláírások ellenőrzése az uniós rendelet meglétletében meghatározott okmányok alapján fog történni. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzést végző szerv akár a személyi szám, akár a személyi azonosító igazolvány száma, akár az útlevél száma alapján képes lesz elvégezni a polgári kezdeményezést támogató magyar állampolgárok azonosítását. A választópolgárok tájékoztatását elsősorban az Országos Választási Iroda honlapján, valamint a sajtó útján tervezzük megvalósítani. A konkrétumokat a lebonyolítás részletszabályának elfogadását követően fogjuk kidolgozni. A hazai és a határon túli kisebbségek identitásának megőrzését célzó erőfeszítéseket a kormány természetesen támogatja, beleértve az autonómiához való jogukat is. Ugyanakkor szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy a polgári kezdeményezés definíció szerint attól polgári, hogy független mindennémű kormányzati befolyástól. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, Tóth Csaba, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Az ördög a részletekben rejlik címmel. Tóth Csaba képviselő urat illeti a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A kormány már a választás követően megígérte, hogy segít a bajba jutott devizahiteleseken, de erre az elmúlt egy év kevésnek bizonyult. A május 30-án végre bejelentett 5 pontos intézkedési csomag azonban látszott megoldás, csak is kizárólag arra jó, hogy a kormány újból kipipáljon valamit, de a szükséges jogszabályok hiányában ma még számos elemét homály fedi. Az otthonteremtési program csak időszakosan oldja meg a devizahitelesek problémáját, az akcióterv árfolyam rögzítési pontja hamis illúziókat kelthet. A devizahitelt felvevők a válság kapcsán már éppen kezdték megtanulni, hogy viselniük kell a kockázatot, ám ez a program gyengíti a tudatosságot. A kezdeményezés senkit sem szabadít meg az árfolyam rizikótól, csak későbbre tolja a terheket. Nehéz megmondani, hogy a 4 év múlva kezdődő időszakban mekkora lesz a gyűjtőszámlán felhalmozott forinthitelek piaci kamatszintje. Lehet, hogy 2015-től jön a fekete leves?
A kilakoltatási moratórium eltörlésének eredményhatása semleges. Arról nem is beszélve, hogy a moratórium feloldása után sem lesz érdekük a bankoknak a kilakoltatás, mivel azok nem az ingatlanokat akarják megszerezni, hanem elsődleges céljuk, hogy a hitelesek visszafizessék tartozásaikat. Nem tudjuk, hogy milyen ebből a megközelítés, tehát az alacsony árvizetési kvóta nem a legjobb megoldás. A régóta várt Nemzeti Eszközkezelő Társaság felállítására vonatkozó részletes szabályozás továbbra sem ismert. Nem tudjuk, hogy milyen áron fogja az eszközkezelő felvásárolni a szociálisan rászoruló devizahitelesek lakásait, és azt sem tudjuk, hogy a korábbi tulajdonosok milyen bérleti díjak mellett tudnak továbbra is ott lakni. Kérdezem tisztelt államtitkár urat, mikor ismertetik a tényleges megoldást biztosító intézkedéseket? Mikor látjuk végre a mentőcsomagjuk pontjainak részleteit? Milyen forrásokat kívánnak bevonni az ötpontos csomag megvalósítására? Mikor kívánják kidolgozni és a parlament elé terjeszteni a magáncsőd intézmény bevezetésének részletes szabályzatait? Várom válaszat. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. A válaszadásán megadom a szót Csifalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Bevallom őszintén, picit nem értem az álláspontjukat. Ugye a múlt héten, ha jól emlékszem, olyan kérdést idéztek címébe, hogy győztek a bankok, most pedig azt kéri számon, hogy miért alacsony a zárverezési kvóta. Ezután sem lesz érdekük a bankoknak a kilakoltatás, tehát egy kicsit furcsának tartom, hogy most hirtelen a bankok szemszögéből nézve, vagy talán a bankokat erősítően fogalmaz meg felvetéseket. Hadd tegyem hozzá, hogy a kvóta rendszer azért szerencsés, mert választad mindkét problémára. Lehetővé teszi, hogy a bankok a fedezetet be tudják hajtani ütemezve, anélkül, hogyha bankok nem tudnak a fedezethez jutni, nyilvánvalóan leáll a hitelezés, és nyilvánvalóan ez nem tesz jót a lakáspiacnak sem. Ugyanakkor a kvóta az pedig lehetővé teszi azt, hogy nem egyszerre zúdul le a lakáspiacra ez a lakástömeg, és ugyanakkor ebben együtt jár az is, hogy maga a szociális problémának a megoldása sem egyszerre zúdul rá magára az eszközkezelőre, illetve arra a rendszerre, amelyik ezt kezeli. Ugye itt egy 100 000 lakásról beszélünk, ma a lakáspiacon körülbelül évente 70 000 lakás fordul meg, tehát ki lehet számítani, hogy mit jelentene ez mondjuk a lakáspiacnak, ha egyszerre zúdulna rá. Ez a kvóta, ez kezeli ezt a mennyiséget, hogy egy viszonylag kezelhető mennyiség zúduljon rá, vagy jusson rá a lakáspiacra, ami mindannyiunk érdeke, hogy ez egy szabályozott, ütemezett formában valósuljon meg. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Vágó Sebestyén, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Belerokkant volna a Fidesz címmel. A kérdése a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerinti feladat és hatáskörrel rendelkező Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára Halász János államtitkár úr fog válaszolni. Megadom a szót Vágó Sebestyén képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Megtudhattuk, hogy a rokkantnyugdíjak felülvizsgálata a tervek szerint ez év második felében kezdődhet el, és körülbelül 220 000 embert fog érinteni, és egyes becslések szerint ezeknek az embereknek akár az 50%-a is visszatérhetne a munkavilágába. Azonban minden bizonnyal önök is tudják, a jelenlegi törvényi szabályozás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a rokkantnyugdíjak folyosításának felülvizsgálatára sor kerüljön olyan kirívó helyzetben is, amelyre a következőkben kívánom felhívni a figyelmet. A médiában számos hír látott napvilágot az utóbbi években arra vonatkozóan, hogy a cigányság körében kiemelten magas a rokkantnyugdíjasok száma. Mindez a szakemberek szerint sem csak orvosi okokkal indokolható. E cikkek helyett azonban egy 2000-ben készült Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigánykutatás némely eredményét emelem ki. Ebben a kutatók Fónai Filipnél a következő megállapítást teszik. A mintabeli romák között a legnagyobb csoportot a rokkantsági nyugdíjasok alkotják, ami nagyon magas arány, a megyebeli felnőtt roma népesség 1/5 rokkant nyugdíjas. Bár nem tartozik szorosan a jelen felszólalás témájához, kiemelem még azt, hogy őket százalékos arányuk alapján a jövedelempótló támogatásban részesülők és a jelenlévők követik. Az említett három kategóriában mint a több mint 50%-a tartozik, míg az állandó állással minden 16. megkérdezett rendelkezett.
Természetesen tudjuk, hogy léteznek ennél jóval frissebb kutatási eredmények is, azonban amiatt tartottam fontosnak ebből idézni, mert ezek szerint már az első Orbán kormány ideje alatt is létezett olyan megye, ahol az országban, ahol a 20% feletti volt a rokkantnyugdíjasok száma a cigányság körében. Önök már akkor tehettek volna ebben az ügyben valamit. Tisztelt államtitkár úr! A kormány azt hangsúlyozza, sőt a Fidesz nagy mértékben annak köszönhetően nyerte meg a tavalyi választásokat, hogy az elmúlt 8 év baloldali kormányzása idején még mélyebbre taszította az országot. Vagyis valószínűsíthető, hogy az általam említett példák is aránya is egyre jobban romlott. Kérdésem a következő, a hasonló visszaélések gyanúját felvető rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata miért nem történt meg 98-2002 között, illetve az elmúlt évben miért nem történtek lépések? Köszönöm, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Örömmel hallgattam felszólalását, örülök, hogy megerősítette. A Jobbik frakció is támogatja a kormány szándékát, hogy igazságos rendszert alakítson ki. Azért is örülök ennek, hiszen az ön mai felszólalása azt is jelenti, hogy a rokkantellátás igazságossá tételében a tisztelt ház közel egészen egyetért. Azért merem ezt mondani, mert 2008. szeptemberében Szűcs Erika, akkori szociális és munkaügyi miniszter a következőt mondta a több mint 400 ezer munkaképes korú rokkantnyugdíjasról. Az elvárás világos, aki munkaképes, az dolgozhasson, és dolgozzon is, legyen több adófizető, hangzott el. Ugyanakkor azt is leszögezném, a szocialista kormányok nem tettek semmit a probléma megoldásáért. Azt gondolom, minden józanul gondolkodó ember egyetért azzal, hogy aki munkaképes, az dolgozzon. A kormány hisz abban, hogy minden magyar állampolgár képességei és lehetőségei arányában hozzá tud járulni a nemzet gyarapodásához, az előző kormány által lerombolt ország újjáépítéséhez. Vissza kell utasítanom ugyanakkor képviselő úrnak azt a megközelítését, mely különbséget tesz roma és nem roma rokkantnyugdíjas között. Az érintett körön belül mi az alapján teszünk különbséget, hogy ki az, aki ténylegesen rászorul erre az ellátásra, és ki az, aki munkájával, tapasztalatával hasznára lehet nem csak saját családjának, de a nemzetének is. Tisztelt képviselő úr, ön is értesülhetett arról, hogy a foglalkozási rehabilitáció teljes átalakításának és ezen belül a rokkantnyugdíjasok felülvizsgálati rendszerének módosítása jelenleg még folyamatban van. Az új szabályok várhatóan 2012. január 1-től lépnek hatályba. A rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi. A minősítés új rendszerében elsősorban a megmaradt munkaképességre koncentrálunk. Önökkel együtt a kormány is bízik abban, hogy a nemzeti együttműködés keretében sikerül a munka örömét megadni sok-sok embernek. Köszönöm a kérdését. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Kepli Lajos, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Miért nem számoltat el az elszámoltatási kormánybiztos címmel? A kérdésre a miniszterelnök úr megbízásából téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Rétvári Bence államtitkár úr fog majd válaszolni. Kepli Lajos képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Balatonvilágos község önkormányzata egy beadvánnyal fordult áprilisban Budai Gyula elszámoltatási és korrupció ellenes feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos úr hivatalához. Kérdésük lényege, hogy a balatonvilágosi volt BM üdülő területén Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT 2008 májusában valós értékénél jóval kedvezőtlenebb áron vonta be egy az Aranyföveny Kft-vel kötendő csereszerződésbe. A település képviselőtestülete kezdeményezte a döntés és a jogügylet felülvizsgálatát. A szerződés értelmében állami tulajdonban magántulajdonba került egy 15 000 négyzetméter területű, közvetlen vízparti ingatlan Balatonvilágoson, melyet új tulajdonosa azóta felparcellázva közvetlen vízparti építési telkekként próbál értékesíteni. A csere ingatlan egy jóval kisebb, nem vízparti és nyilván ezért jóval értéktelenebb másik ingatlan volt. Balatonvilágos község önkormányzata által készített értékbecslési szakvélemény alapján kijelenthető, hogy ebben az esetben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés valósulhatott meg. Nem olyan régen érkezett meg az önkormányzathoz Budai Gyula levele, melyben kormánybiztosi vizsgálat lefolytatásáról döntött, felhívva a figyelmet arra a tényre, hogy az ő hivatalának vizsgálata is az ügylet törvénysértő voltát tárta fel. Idézhet a levélből. A vizsgálat számos esetben alátámasztotta a panaszban ismertetett feltételezéseket, úgy az állami tulajdonú ingatlan alulértékelésével, mint a döntéshozatal befolyásolásával kapcsolatban.
Mégis a levél úgy zárul, hogy a fent leírtak alapján a vizsgálatot lezártam, kormánybiztosként további intézkedések megtételét nem tervezem az ügyben. Kérdezem a tisztelt államtitkár urat, miért nem számoltat el az elszámoltatási kormánybiztos még olyankor sem, amikor megalapozott a gyanúja egy állami ingatlan bűncselekmény útján történő elidegenítésének? Miért kapja a fizetését Budai Gyula, ha nem látja el a feladatát? Köszönöm megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Az ön mostani felszólása és a polgármester úrnak a település lakói nevében.